Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján. Elsőként megkérem Sanda Tamás urat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettesét, tartsa meg tájékoztatóját. Én is nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar fiataloknak továbbra is minden adott legyen ahhoz, hogy versenyképes tudásra tegyenek szert, még a megváltozott körülmények között is. Így szigorú egészségügyi, biztonsági szabályok betartása mellett, de zajlik a munka a felsőoktatásban is, és a felvételi folyamat is folytatódik. A napokban egy újabb szakasz kezdődött el. A képzésre jelentkező fiataloknak elérhetővé válik az ügyintézési funkció a felvi.hu felületen, és ennek keretében ellenőrizhetik és módosíthatják adataikat, pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat, illetve egyszer akár az eredeti jelentkezési sorrendjükön is változtathatnak. Ez utóbbira egészen 2020. július 9-ig van lehetőségük. Mindezek mellett az elektronikus rendszerben a felvételizők figyelemmel követhetik a benyújtott dokumentumok és kérelmeknek a feldolgozottságát, illetve azoknak az eredményeit is, és azt is, hogy az egyes jelentkezési helyeiken a már igazolt és rendelkezésre álló információk alapján éppen hány pontjuk van. Ha valaki elfeledkezne egy fontos lépésről, akkor az elektronikus rendszer a felvételiző által korábban megadott e-mail címre értesítést küld, de azért azt is kérjük szépen, hogy mindenki alaposan nézze át, hogy mikre van szükség a sikeres jelentkezéshez, felvételihez. Természetesen az egészség és az életvédelme a legfontosabb feladatunk most, de nem téveszthetjük szem elől a korábbi céljainkat sem. Magyarország alapvető érdeke az, hogy a gazdaság minél előbb talpra álljon, és legalább annyira eredményes legyen, mint az elmúlt évtizedben. Ennek elérésében nagy szerepük lesz azoknak, akik most vesznek részt a felsőoktatásban, vagy éppen oda készülnek, illetve mellettük a szakképzésben tanuló fiataloknak is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mostani helyzet minél kevesebb problémát okozzon nekik, és ne kerüljön veszélybe az egészségük. Így lényegében megszűntek a személyes érintkezések a szakoktatásban, és így lesz ez az elsajátított ismeretek számonkérésével is. Az ITM most terjeszti a kormány elé az iskolai rendszerű szakképzésben tanulók szakmai vizsgáival kapcsolatos javaslatát. Azt szeretnénk, hogy a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgákat követő időszakban szervezzék meg az intézmények, a szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat pedig lehetőség szerint még májusban tartsák meg. Szóbelik pedig az ilyen típusú képzéseknél sem lesznek. A javaslatunk alapján a vizsgákat természetesen az érettségihez hasonlóan csak kis létszámban, a védőtávolság biztosításával lehet megvalósítani. Összességében elmondható, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a felsőoktatás és a szakképzés területén is jól működik a digitális átállás. Köszönet illeti az intézményeknek a vezetőit, az oktatóit, a dolgozóit, és persze a hallgatókat és a tanulókat és családjaikat is, hogy példásan helytállnak a rendkívüli helyzetben. Azt látjuk, hogy rengeteg jó ötlet és kreatív megoldás született az elmúlt hetekben, és ezeknek egy jelentős része a veszélyhelyzet elmúltával is jól hasznosíthatóak lesznek a képzésekben. Fontos emellett felhívni a figyelmet két további, a hallgatók támogatása és elhelyezkedésének megkönnyítése érdekében tett lépésre is. Több mint 75 000 fiatalt segítünk hozzá ahhoz, hogy megszerezze a diplomáját,
aki 2020. augusztus 31-ig záróvizsgát tett vagy tesz, annak eltekintünk a korábbi nyelvvizsga követelménytől. Ugyanis a szaktudásukra szükség lesz a munkaerőpiacon az ország gazdasági újjáépítéséhez. A diplomák kiadását a felsőoktatási intézmények megkezdték, de sok esetben szükség van adategyeztetésre. Kérjük éppen ezért a friss diplomásokat, hogy működjenek együtt az intézményekkel, és legyenek türelemmel. Egyébként pedig, aki szeretne nyelvvizsgát tenni a közeljövőben, az hamarosan megteheti, ugyanis lehetőséget teremtünk az online vizsgázásra is. Továbbá módosítottuk a diákhitelnek a rendszerét is. A május 1-től elérhető kamatmentes, szabad felhasználású diákhitel plusz kerete a felsőoktatási hallgatók számára maximum 500 000 forint, a meghatározott felnőtt képzésekben résztvevőknek pedig legfeljebb 1,2 millió forint. Emellett augusztus 15-től több mint duplájára emeljük a szabad felhasználású diákhitel 1 havonta igényelhető összegét, így a következő tanévben a hallgatók akár 1,5 millió forintot is igényelhetnek. Lehetővé tettük továbbá, hogy a felsőoktatási hallgatók május 1-től az első szemeszterre visszamenőleg is igényelhetik a diákhitel 1-et, így akár 350 000 forinthoz is juthatnak. Ezen kívül pedig kamatmentessé tettük az eddig felvett nyelvtanulási diákhiteleket, ezt a konstrukciót ugyanakkor májustól kivezetjük a rendszerből. Köszönöm, miniszter helyettes úr. Most pedig kérem, hallgassák meg dr. Müller Cecília, országos tiszti főorvos asszony tájékoztatását. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. 2168 főre emelkedett a koronavírus fertőzésben regisztráltak száma Magyarországon. Ez az elmúlt 24 órában 75 fővel történő növekedést jelent. Az elhunytak száma 225 főre emelkedett, sajnos az elmúlt napon is 12 honfitársunktól kellett búcsút vennünk. Valamennyien idős krónikus betegek voltak. A korfánknak Magyarország demográfiai helyzetének megfelelően nem jelent ez járványügyi szempontból különleges helyzetet, hiszen tudjuk jól, hogy az idős állampolgárok viselik azt a többletkockázatot, ami az ő megbetegedésük esetén sajnos súlyosan zajlik, és több esetben halállal végződik. Ettől függetlenül, hogy ez egy szomorú tény, ugyanakkor minden napról napra nő a gyógyultak száma is. 295-en gyógyultak meg a megbetegedésből, és ez egy örvendetes hír. Nagyon köszönjük mindenkinek, az ápolóknak, orvosoknak, egészségügyi személyzetnek, hozzátartozóknak. Tulajdonképpen mindenki valamilyen szinten hozzájárul az ő gyógyulásukhoz, hiszen azzal a magatartással, amit most betartunk, azokkal a szigorú szabályokkal, amelyet már mindnyájan nehezen viselünk, mégis eltűrjük, azt egymásért tesszük. Azért, hogy kevesebb legyen a fertőzöttek, és ezzel kevesebb legyen azon állampolgárok száma is, akiket elveszítünk. Mindenki teszi a maga helyén a dolgát. A laboratóriumok is 0-24 órában dolgoznak, ezért értelemszerűen jelentősen nő a vizsgálatok száma. Ma már 52.702 igazolt laboratóriumi vizsgálatot tartunk nyilván, akik a vírus örökítő anyagán alapuló tesztet végeznek. Ez az a kijelölt laboratóriumi hálózat, akik ezzel a módszerrel dolgoznak. Ismert az, hogy
a Pesti útról az elmúlt napokban többször is szó esett, hiszen megtörtént az intézménynek a fertőtlenítése, ugyanakkor többszöri szűrést végeztünk, illetve végeztett az intézmény is. Jelen tudásunk szerint 284 fertőzöttről van ismeretünk, és 28-an hunytak el az intézményből. Ahogyan önök előtt is ismert, országszerte készülnek az egészségügyi intézményeink az ágykapacitás növelésükkel. A tegnapi napon érkeztek be újabb jelentések az egészségügyi intézményekből, amelyek alapján elmondható az, hogy az 50%-os ágyfelszabadítás teljes körűen megtörtént. A jelentésekből az is kiderül, hogy valójában kevés helyről kellett ténylegesen beteget hazaküldeni ennek a kapacitásnak az eléréséhez, hiszen korábban már tájékoztattam önöket arról, hogy az kórházi ágyainknak a kihasználtsága általában 60-70% körül volt. Csakis és kizárólag orvosszakmai döntés képezhette a kórházból elbocsátásnak az alapját, és ma is kizárólag ez képezheti. Nem küldhető haza senki, akit valamilyen egészségkárosodás érne emiatt. Ez egy alaptétel, és ha a kezelőorvos egyedül nem szeretne dönteni, akkor egy orvosszakmai grémium dönt ebben az esetben, természetesen annak megfelelően, amilyen betegségben szenved az illető, akit az otthonába bocsájtanának. Továbbra is zajlik az idős otthonok ellenőrzése, kiemelten ellenőrizzük az egészségügyi ellátást, a dolgozók felkészültségét, tehát az oktatásokat is, védőeszközök, fertőtlenítőszerek és mindenféle elkülönítés, izolációnak a feltételeit. A teljességében, egységességében úgy fogalmazhatnék, hogy azokat az alapvető tárgyi személyi feltételeket, amelyek a járványügyi intézkedések végrehajtását szolgálják. A mai napon a Honvédség folytatja az idős otthonoknak a fertőtlenítését is, szigorúan az intézmény vezetővel egyeztetve, összehangoltan, azokat a részeket fertőtlenítik, amelyeket kérnek, amelyek elsősorban azokat, amelyek közös használatúak, hiszen most a legtöbb helyen az éttermeket nem is használják, pont azért, hogy izolálják a lakókat egymástól, fürdőhelységeket, folyosókat, bejárati részt, lépcsőházat, tehát mindazon területeket, ahol mindenki előfordulhat, tehát mindenki használja a szobáján kívül. Egyeztetve végzik, megfelelő időpontra mennek, és a cél az, hogy a legkevésbé se zavar az intézménynek a mindennapi működését. Ahol már volt fertőzött, ott kezdjük, tehát ezeket rangsoroltuk, ezeket az intézményeket, és ahol még nincs, akkor rájuk későbbiekben kerül sor. Segítve a szociális intézményeknek a működését, az operatív törzs felajánlásának megfelelően a mai napon egy újabb szállítmány kerül kiszállításra. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságoknak a megyei kirendeltségein keresztül fogjuk eljuttatni az egyéni védőeszközöket ezekbe az intézményekbe. Ez a második kör, amiben tudunk segíteni. Most 1,3 millió maszk, 365 ezer kesztyű kerül kiszállításra a mai napon. Néhány gondolatot engedjenek meg még az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Tudjuk azt,
hogy igyekszünk elkerülni minden kontaktust, amely során a fertőződés átadása lehetséges. Ezért a háziorvosok is részben nyújtanak rendelőben segítséget, amikor nélkülözhetetlen az orvos-beteg találkozás. A rendelési idejük, illetve a rendelkezésre állású idejük másik részében pedig folyamatosan konzultációval rendelkezésre állnak. Tegnapi napon is beszámolt az egyik háziorvos arról, hogy így módon is tulajdonképpen beutalásra került kórházba fekvő beteg intézménybe egy betege, mert vele konzultálva és a szakorvosok, a szakrendelés orvosai pedig a háziorvossal konzultálva kiválóan meg tudták oldani ezt a problémát, és megfelelő helyre került a beteg. Tehát ez egy olyan új ellátási forma, amihez mindenki alkalmazkodik, és együttesen tulajdonképpen meghozzák a beteg számára a lehető legoptimálisabb döntést. Említettem, hogy nagyon jó szolgálatot tesz napjainkban az elektronikus szolgáltatói tér, hiszen így a vények felírása is könnyedén megy. Szeretnék néhány szót szólni a krónikus megbetegedésben szenvedőkhöz. Sokan közülünk Magyarországon szívérrendszeri megbetegedésben, egyéb krónikus betegségben szenvednek. Anyagcserebetegség sajnos nagyon elterjedt Magyarországon, gondoljunk a cukorbetegségre, és mindenképpen egy veszélyeztetett csoportot képeznek a fertőződés szempontjából. Ezért arra kérem azokat, akik ilyen betegséggel küzdködnek, hogy fokozottan figyeljenek az alapbetegségeiknek a karbantartására. Most még inkább fegyelmezetnek kell lenni, akár a táplálkozást, gyógyszerszedést, és minden mozgást, mindent beleértve, ami általában az ő betegségüknek a karbantartásához, az egyensúlyának a megtartásához szükséges, hogy ne lépjen fel egy akut szituáció, amikor gyors segítségre van szükség. Ehhez vegyék igénybe az ellátórendszert most is, ugyanúgy konzultáljanak, kérjenek tanácsot, ha valami változást észlelnek, akkor keressék a házi orvost. Egy ilyen krónikus visszatérő probléma az allergiásoknak a probléma köre is. Gyönyörű tavaszunk van, rengeteg pollen, rengeteg virág kezdte szórni már a pollenjét, akinek, de csak egy részünkre öröm, aki ettől szenved és killódik, az ő számára ez egy problémát jelent. Ezért figyeljenek ők is nagyon oda magukra. A pollenszórás kezdetét megelőző két hétben tulajdonképpen nekik már egy felkészülés szükséges. Az, hogy milyen típusú pollen mikor szór, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékozódhatnak, hiszen egy olyan pollenmérő hálózatot működtetünk, amely szerte az országban információt ad arról, hogy melyik típusú növénynek a pollenje van most éppen túlsúlyban. Hogyha ismeri az ő allergiáját, akkor erre is fel tud készülni. Hasznos tanácsokat kérem, hogy fogadják meg, mert amennyiben gyógyszeres terápia is szükséges, és évről évre jelentkezik, akkor most fokozottan figyeljenek erre a problémára oda. Most a szabadidős programoknak az elkerülése tulajdonképpen nem is jön szóba,
hiszen önmagában a korlátozásokkal ez felfüggesztődött, viszont nagyon fontos az, hogy ők inkább az éjszakai órákban szellőztessenek, nappal zárva tartsák az ablakokat, mert akkor a közlekedés és minden más egyéb emberi tevékenység a polleneknek a mozgását is fölgyorsítja, sokkal nagyobb koncentrációban vannak jelen, ráadásul még a napfény is befolyásolja ezt. Sokkal gyakrabban mossanak kezet, és hogyha mégis a kültérbe kell menniük, akkor megérkezést követően zuhanyozzanak le, váltsanak ruhát, és nagyon fontos az, hogy az ő számukra ajánlom azt, hogy naponta mossanak hajat. A haj egy rendkívül nagy felület lehet, akinek hosszabb haja van, ráadásul még nagyobb, és ők ne szárítsák a ruháikat sem a szabadban, hanem csak bent a lakásban. Mindent, amit csak lehet, nedvesen tisztítsanak, hogy ezeket a szemcséket eltávolítsák a környezetükből. Naponta javaslok párnahúzatmosást, és az ágyneműt egyébként meg gyakrabban cseréljék, mint máskor. Nagyon fontos az alapos porszívózás, és lehetőleg mindent nedvesen takarítsanak le. Amennyiben ezekkel a praktikákkal nem sikerül uralni a krónikus betegségüket, akkor gyógyszeres terápiára is szükség lehet. Egy dolgot szeretnék még bejelenteni önöknek, ami fontos, hiszen miniszterhelyettes úr is említette, hogy a gazdaságnak a megtartása, illetve a visszatérésünk a normális életben nagyon fontos, hogy megtörténjen az adott időpontban, amikor majd ez lehetséges. Ugyanakkor számosan közülünk jelenleg is végezzük a munkánkat, akár home office-ban, akár pedig jelenléttel, munkahelyi jelenléttel, és ezért nagyon fontos az, hogy a foglalkozás egészségügyi orvosok is tegyék az alapfeladataikat. Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatok tekintetében nincsen változás, sőt, kifejezetten kérem a foglalkozásegészségügyi alap- és szakellátókat arra, hogy az előzetes orvosi vizsgálatokat végezzék minden esetben el. Nagyon fontos ez a közfoglalkoztatás területén is, amelyeket a kormányhivatalok menedzselnek, és minden más munkahelyen, hogy a munkára alkalmas, egészséges és kész munkavállalók meg tudják kezdeni a munkájukat. Kizárólag az időszakos foglalkozás egészségügyi szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatok terén van egyfajta halasztási lehetőség. Említettem korábban, hogy az egészségügyi könyvhöz kötött munkakörökben a tüdőszűrő vizsgálat a járvány utáni időszakra elhalasztható, és ezeket a vizsgálatokat most nem kell elvégezni, hanem érvényesek tulajdonképpen a járvány lecsengésének időszakát meghatározóan még 15 napig, amikor ezt majd már biztonságban el tudják végezni a kollégák. Köszönöm szépen. Köszönöm, tiszti főorvosasszony. Most megkérem Kis Róbert rendőrrel ezredes urat, az Operatív Törzs Ügyeleti Központ munkatársát, tartsa meg tájékoztatóját. Tisztelettel üdvözlöm Önöket. Ismételten egyéni védőfelszereléseknek az érkezését tudom önöknek bejelenteni. A tegnapi napon 4 teherjárat érkezett Budapest-Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, ebből 3 járat összesen 31,5 tonna egyéni védőfelszerelést hozott hazánkba, illetve 1 járat lélegeztetőgépeket és védőfelszereléseket szállított. A mai napon is érkeznek egyéni védőfelszerelések és lélegeztetőgépek. 2 nehéz tehergépjárműből álló járműszerelvény érkezik a mai napon hazánkba, illetve
ismételten egy teherjárat, légijárat érkezik, és összesen 3.120.000 maszkot, 2.000.000 kesztyűt és további 164 lélegeztető gépet szállít hazánkba. Szeretném felhívni önök figyelmét arra, hogy első prioritásként ezek az egyéni védőfelszerelések is az egészségügyben dolgozóknak az egyéni védőeszköz ellátását fogja szolgálni. A tegnapi napon több mint 21.000 liter kéz- és felületfertőtlenítő gél érkezett a készenléti rendőrség központi objektumába, ezt a MOL vállalat szállította ki a készenléti rendőrséghez. A mai napon a Waberers logisztikai vállalat szállítja ki ezeket a fertőtlenítő szereket 20 kijelölt kórházba. Kórházparancsnokaink fogadják ezeket a szállítmányokat, és ezeknek a fertőtlenítő szereknek a készletezését végre fogják hajtani. Továbbra is ellátjuk a hatósági házi karantén rendőrségi ellenőrzését. Az elmúlt 24 órában a határforgalom ellenőrzés során 702 hatósági házi karantént rendeltünk el. Továbbra is csökken az érvényben lévő és elrendelt hatósági házi karanténoknak a száma, a mai napon ez a szám 11.049. Az elmúlt 24 órában 14 esetben tapasztaltunk magatartásszegést az állampolgárok részéről a hatósági házi karanténnal összefüggésben. Harmadik hó 12-e óta látja el a rendőrség ezeket a feladatokat, ez idáig 1181 magatartásszegés ügyében indítottunk szabálysértési eljárásokat. Továbbra is végrehajtjuk a kijárási korlátozással kapcsolatos rendőrségi feladatainkat. Az elmúlt 24 órában országszerte 1113 intézkedés foganatosítottak rendőreink, ebből 424 esetben figyelmeztetést, 352 esetben helyszínbírságot, illetve 337 esetben feljelentést tettünk. Harmadik hó 28 óta látjuk el a kijárási korlátozással kapcsolatos ellenőrzési feladatainkat, ez idáig 28.610 esetben indítottunk szabálysértés ügyében intézkedéseket. A járványüggyel összefüggésben a mai napon 265 az eddig elrendelt büntetőeljárásainknak a száma, ez rémhéterjesztés ügyében 68 esetben, közveszéllyel fenyegetés ügyében 26 esetben, csalás ügyében 78 esetben, mint járványügyi szabályszegés ügyében 15 esetben indítottunk büntetőeljárást, ez idáig gyanúsítottként 49 főt hallgattunk ki nyomozásaink során. Továbbra is ellátjuk a határforgalom ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainkat. A határforgalomban, határvárakozás tekintetében, a teherforgalomban belépő oldalon jelen pillanatban Röszke, illetve Hegyeshalom átkelő helyen lehet számítani kisebb jellegű fennakadásokra. Köszönöm. Köszönöm szépen, alezredes úr. És az újságírói kérdésekkel folytatjuk. A riposzt megkereséséhez csatlakozik témájában a Békés megyei hírlap is, a Kisalföld is. Megindult az eper szezon, van már sóska, spenót. Mennyire hordozhatják a vírust a friss zöldségek és gyümölcsök? Szükséges-e az alapos mosáson kívül más óvintézkedés? Valóban a primőrök lassan jönnek a kertekből, és általában véve tartalmaznak mindenféle szennyeződést a felületükön, hiszen rájuk rakódik a levegőből minden, és természetesen a földben teremnek, tehát nyilvánvalóan a földből is szennyeződhetnek. Jó alaposan meg kell ezeket mosni, folyóvízzel többször és lecsurgatva utána fogyaszthatók, használhatók. Tehát nyilvánvalóan semmi extra dolog nem szükséges. Ezeket a gyümölcsöket, zöldségeket elkezdhetjük nyugodtan élvezni alapos tisztítás és mosás után. A lokál kérdései következnek. Sokan viselnek maszkot, de sajnos több esetben rosszul. Van, akinek csak a szája előtt van a maszk, de az orra fedetlen. Melyek a maszkviselés pontos szabályai? Én magam is látom az utcán, ahogy autóval közlekedem, hogy tényleg nagyon sokan lehúzzák a maszkot, az álluk alá húzzák, zavarja őket, hiszen ez nem egy természetes állapot. Aki a foglalkozásánál fogva egészségügyben dolgozó például rendszeresen használja, ő hozzá van szokva, de aki ezt nem használja rendszeresen, általában
zavarja, és egy idő után elkezdi össze-vissza húzkodni. Ilyenkor az orr alá, száj alá, áll alá húzza, és aztán vissza, és újra fertőzi tulajdonképpen saját maga bőréről magát. Tehát ez helytelen. A helyes maszkviselés az azt jelenti, hogy eltakarom a légutat, tehát az orromat is, és a számat is. A legtöbb maszknak van egy kis pici fémbetét, ami segíti az orron történő rögzítést. Hogyha felhelyezzük a maszkot, akkor azt mindaddig felhelyezve viseljük, ameddig teljesen le nem vesszük mondjuk otthonunkba hazatérve. Olyanokat is látok, hogy az áll alatt helyezkedik el, és közben meg cigarettázik valaki. Hát ennek a több a kára, mint a haszna. Tehát folyamatosan használni kell, nem szabad alányulkálni, amennyire lehet, csak fedje a felületet, az arcfelületet, hogy kevés levegő menjen tulajdonképpen alá. Valóban védelmet nyújtson. Az egyre melegedő idő rövidebb ruházattal és több szabadon lévő bőrfelülettel jár. Jelenthet-e ez többletkockázatot? Ez nem jelent többletkockázatot, tehát a bőrön keresztül a vírus nem tud áthatolni. A gyógyultaknak szükséges-e bármiféle gyógyszeres vagy egyéb utókezelés a negatív teszt után? Az, hogy milyen kezelést alkalmaz a klinikus, illetve a kezelőorvos, azt mindig ő maga dönti el, ő maga határozza meg. Ugyanígy az egészségi állapotának megfelelően fog dönteni arról is, hogy szükséges-e még bármiféle utókezelés. A Demokrata kérdezi, egy Kaliforniában végzett tömeges antitestvizsgálat alapján az derült ki, hogy a regisztráltakhoz képest akár 80-szoros is lehet a fertőzöttek száma. Magyarországon terveznek-e ilyen vizsgálatot elvégezni, akár még a járvány vége előtt? Mi úgy vélekedünk erről, hogy elfogadjuk a szakmai közleményeket, a világirodalmi adatokat, tehát nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a többszöröse lehet azoknak, mint amit mi regisztrálunk, a fertőzésen átesetteknek a száma. Ez tényadat. Ugyanakkor Magyarországon is a járványügyi szakemberek kíváncsiak arra, hogy vajon milyen a népesség átfertőzöttsége. Ezeket az úgynevezett átfertőzöttségi vizsgálatokat, amik jellemzően azon alapszanak, hogy kimutatjuk az ellenanyagokat a vírussal szemben, ezeket a járvány végeztével érdemes teljes körűen, illetve reprezentatív módon elvégezni. A Petőfi Népe kérdezi, mekkora az átlagos kezelési időtartama a kórházba kerülő fertőzötteknek? Megkérdeztem a klinikus szakembereket. Általában az a vélekedés, hogy relatíve hosszú az ápolási idő. Hogyha valaki kórházba kerül, akkor tudjuk jól, hogy csak a kórházban kezeltekről tudunk nyilatkozni, hiszen akkor ők azért kerülnek oda, mert súlyosabb klinikai tüneteket mutatnak. Tehát vagy légszomj, vagy egy magas láz, egy olyan egészségi állapot alakul ki, ami kórházi felvételt tesz szükségessé. Tehát ez önmagában is egy szűrő. Ez azt jelenti, hogy ő súlyosabb állapotban van, nem tud otthon maradni. Ezért az ő ápolási idejük is viszonylag hosszú, akár több hét is lehet. Az Észak-Magyarország megkeresése. Miközben a kórházba lehet vinni csomagot a beteg hozzátartozónak, több idősek otthonában nem engedik ezt. Van erre vonatkozó tiltás? Nincsen tiltás, tehát zárlat van, látogatási tilalom van, tehát ezért bemenni, se kijönni nem lehet. Tehát ez most is érvényben van, ezt szigorúan be kell tartani. Ugyanakkor csomagot, tárgyakat lehet bejuttatni természetesen a megfelelő módon a személyzeten keresztül szeretteinknek. Egy nagyon jó példát hallottam az elmúlt napokban,
figyelembe véve a tárgyakon lehetséges vírus túlélésnek a mindenféle maximális idejét, az a gyakorlat alakult ki az egyik idősek otthonában, hogy névre szólóan a hozzátartozók elhelyezik, beviszik a csomagot, átadják, és egy két napos pihentetés után adják át a lakónak, a gondozottnak. Tehát ez már a maximális biztonság, ez már minden kielégítő kezelési módja ezeknek a csomagoknak. A Veszprém megyei napló megkeresése. A külföldi hírek között előfordul olyan, hogy gyógyult embernél újra kimutatták a koronavírus fertőzést. A magyarországi gyógyult betegek esetében előfordult-e már olyan, hogy valaki egy idő után ismét tüneteket mutatott, és a tesztje pozitív eredményt hozott? Tudjuk-e már, hogy ez újrafertőződés, esetleg egy tévesen megállapított negativitás következménye, vagy a vírus újra aktivizálódásáról beszélhetünk? Ez egy nagyon bonyolult, összetett kérdés. Mindegyik része igaz lehet. Tehát valóban ismert olyan, aki újra fertőződött. Magyarországon ilyet még nem regisztráltunk, de a más területeken, egyéb országokban leírtak már ilyen esetet. Említettem korábban is, hogy egy érdekes vírusról beszélünk olyan szempontból, hogy a szervezetnek az immunrendszerre történő hatása nagyon különböző. Van, aki nagy mennyiségű ellenanyagot termel ellene, mások pedig kevésbé. Ilyen módon feltételezhetjük azt, hogy nem alakul ki védettség, vagy tartós védettség, tehát az elvi lehetősége megvan annak, hogy újra fertőződjön. Ezért alkalmazzuk azt a módszert, hogyha a környezetében valaki pozitívvá válik, és szoros kontaktusnak minősül a személy, akkor sajnos ismételten 14 napos karanténba helyezzük, mert ennek az esetnek a kizárása csak így módon lehetséges. A Heves megyei hírlap kérdezi, látnak-e rá esélyt, hogy a korlátozások feloldása után egy második hullám veszi kezdetét a járványban? Ez is egy sokakat foglalkoztató kérdés, éppen azért, mert a vírus egy új vírus, még nem találkozott vele a világ, ezért tudott pandémiát, világjárványt okozni, ezért ezt is sokan kutatják, hogy mi módon fog viselkedni ez a vírus a jövőben. Sokak szerint lesz egy második hullám, ami sokkal enyhébb lefolyású lesz, mint ez, hiszen úgy mondják a szakmában, hogy ez a vírus, hogyha sokakat megfertőz, és sokan, sok emberen átpasszálódik, nem is tudom, hogyan mondjam magyarul, tehát sokan átesnek rajta, akkor veszít a megbetegítő képességéből. Tehát ez az egyik variáció. A másik variáció az, hogy úgy fog viselkedni, mint az influenza, tehát valószínűleg szezonálisan ismét felbukkan, de már nem ilyen veszélyes formában, vagy pedig alkalmazkodik a többi ismert, korábbról ismert koronavírushoz, és tulajdonképpen beépül az átlagos kórokozók közé. Ez a forgatókönyv bármelyike elképzelhető a jövőben. És végezetül a HVG kérdése. Mettől meddig nem volt orvos a Pesti úti idősek otthonában, és ezt milyen dokumentumokra hivatkozva állítja Müller Cecília? Kérem szépen türelmüket. Az ellenőrzés folyamatban van, közigazgatási ellenőrzés és eljárás folyik. Amint lezárásra kerül, akkor tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Köszönöm szépen, önöknek megtisztelő figyelmüket köszönjük, további szép napot kívánunk önöknek, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!